Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy. És a másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá. Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik.
Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb, az Isten országában nagyobb nála. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez is hasonló? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és azt kiáltják egymásnak. Furujáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfi, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba. Vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsártatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsártatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel.
כבני העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. תרבו והקשיבו, בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. שמעו לדבריי. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az életgondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel. Ágyalá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Yeah.
Amikor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta, mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, Légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj. Azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant és befulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és épp elmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett urrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki, térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt. Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen,
Remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki: leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáróházától, és így szólt: leányod meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk: ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét és szólította: leányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsó ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyítékul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és zavarban volt, mert némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból, némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta. Heródas ekkor így szólt: János lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bécsajda nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket. Beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Я рада на это.
Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki. Bocsásd el a sokaságot. Hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik. Ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak. Nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott, Jézus erre így szólt tanítványaihoz. Ültessétek le őket csoportokba 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek is jól lettek mindjárt. Azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt. Az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. El kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni.
Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme, két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból. Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd. Rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat! Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak. Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította, majd ezt mondta nekik. Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb minnyájotok között, az a nagy. Ekkor megszólalt János. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Thank you.
és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek akárhova mégy. Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt: Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bécsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette: Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre.
Ő pedig ezt mondta nekik. Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és földura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya. És hogy ki az Atya, csak a Fiú. És az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték. Azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.
And a certain woman named Martha received him into her house. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.